Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Domború tükör 2. A domború tükör a fénysugarakat széttartóvá teszi, és megrajzolható a fókusz távolsága. Oly módon, hogy a visszavert sugarakat berajzolom, és majd a tükröt elvéve meghosszabbítom őket a tükör mögött. Ahol találkoznak, ott van a tükörnek a fókuszpontja. A tükör egy körív, amelynek sugara van. Vajon hogy függ a körív sugara, illetve a fókusztávolság egymástól? Ehhez be kell rajzolnom a körív vonalát is, amelyből majd körzővel meg tudom állapítani a körsugarát. A kettőt lemérve a fókusztávolság és a görbületi sugár közötti összefüggés megállapítható. Először a fókuszpont helyét határozom meg. Utána pedig körzővel a körsugarát. A domború tükörnek úgynevezett virtuális vagy látszólagos fókusza van, ami azt jelenti, hogy a tükör után a fénysugarak nem találkoznak, hanem a meghosszabbításuk találkozik csak a tükör mögött. A körsugara 5 cm, a fókusztávolság pedig 2,5 cm. Tehát a fókusztávolság éppen fele a görbületi sugárnak. Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!